Ukrajna ide jöttem, akkor teljesen össze voltam törve, testileg, lelkileg, részben fizikailag is. És gyakorlatilag az voltam 4,5 hónap alatt ilyen, nem tudom, 1000%-os fejlődést éltem meg pozitívan minden irányban. Tehát, hogy én egyrészt kitisztultam, azt nagyon nagy pozitívumként élem meg. Letisztultam nem csak fizikailag az anyagtól és az elmondástól, hanem lelkileg és szellemileg tiszták lettek a gondolataim. Itt szembesülnöm kellett azzal, hogy meg kell lépnem magamat, ebben nem éltek így tovább. És így ezekben élek meg haladás, hogy látom, hogy van értelme az életemnek. Tiszta, boldog, kiegyensúlyozott élet a vég cél. A Ráckeresztúri drogterápiás otthon 1986 óta nagyon sok változáson ment át. Épületekben, programban, személyzetben, de ami állandó, a fő értékei azt hiszem állandóak, a szeretet, tisztelet és az elfogadás. Tehát mi úgy igyekszünk a terápiás stratégiánkat fölépíteni, hogy ezek legyenek a központban. Az első állomás az így indult, hogy Rogersi személyközpontú pszichológia, illetve a terápiás közösségmodell, na meg a kereszténység, tehát hogy mi hittünk egy másik dimenzióba, hogy amikor már emberileg nincs lehetőségünk, még akkor is Isten még segíthet. Itt kezdtem el fölülni, és hogy érzem magamon a haladásokat. Érzem magam, hogy jóval előrébb tartok, érzem magam, hogy kezdek felnőtté válni. 8-an vagyunk terápiás munkatársak, akik itt dolgozunk. Közülünk majdnem mindenki volt szenvedélybeteg, felépült szenvedélybeteg. A szenvedélybetegséget azt mentális problémának tekintjük, és ebben a mentális problémákban segítünk a hozzánk beköltözőknek. Egy megbízható, rendes családapa és férj szerepébe szeretnék innen kimenni. Isten az, aki tud ebben segíteni. Tehát még odakint is mindenféleképpen a hit az, ami megváltoztatja az ember életét, és erre nagyon nagy szükség van, főleg a mai világban. Én valahol ott látom a keresztényi szeretet, a terápiás erejét, hogy olyan emberek kerülnek be, 20 évesek, vagy 30 éves emberek ebbe a közegbe, amely közeg ezt képviseli, akikhez így még nem nagyon fordultak. Isten egy csomó helyzetben itt meglépi azt, amit mi szakember nem tudunk megtenni. Tehát nem tudok neki új családot adni, de még itt olyan is történt, hogy kapott valaki komplett családot. Tehát, hogy megházasodott, és ott volt mögötte egy olyan család, ami életében nem volt. Szóval itt látok ilyen csodákat. Uram, te!